Ebben az évben 7 különböző témakörrel, vagy 7 márkával vagyunk jelen a kiállításon. Ami mögöttem van, az igazán újdonság, a többi márkánk az már évek óta létezik. Ez egy high-end hangrendszernek az első két eleme, ami már kapható gyakorlatilag, legalábbis bár gyártásban van. Ez a Native márka egy hongkongi startup, amelyen közösségi finanszírozással indult. Két eszköz, ami már létezik, az egy zenelejátszó, amely digitális fájlok lejátszására jött létre, hálózatról, online szolgáltatásokról, benne levő merevlemezről, SSD-ről, a mellette lévő pedig egy CD ripper, tehát akinek még vannak CD lemezei, ezzel az eszközzel be tudja olvasni, úgyhogy ki is tölti az ID-infókat, letölti a borítót az internetről a lejátszó hozzá, tehát a hagyományos CD-inket fájllá konvertálhatjuk. Amivel itt a teremben még büszkélkedhetünk zenelejátszó témakörben, az egy kínai gyártónak, az AIS-nek a Multiroom zenelejátszó termékcsaládja. Érdekessége az, hogy gyakorlatilag 13.000 forintos nagyságrendtől kezdve a több szobát, jelen esetben 4 szobát kiszolgáló, vagy éppen beépíthető, erősítő, egy ellátott komplett lejátszó van a kínálatban. Média lejátszóink vannak még itt. A Dűn márka, Dűn HD márka az egyik legrégebbi ebbe a témakörben. Újdonsága most ott az LG TV alatt a 4K HDR lejátszásra is képes Dűn HD Pro 4K modell. Tehát ezen az összes jelenleg létező házi mozi kép és hangformátum lejátszható. Újdonsága az Android operációs rendszer, tehát aki nem csak média lejátszót keres, az egy androidos TV boxként is használhatja, bármilyen androidos alkalmazás telepíthető rá. Másik hasonló témakör és márkánk az pedig egy kínai, a High Media. Gyakorlatilag ugyanarról van szó itt is. TV boxok, amin Androidon 7-es operációs rendszer van, viszont kompromisszummentesen használható házi mozizásra is, mivel szintén HDR kompatibilisek, 4K 60 Hz-et játszanak, Blu-ray menüket játszanak le, és emellett akár egy asztali számítógépként is a gyerek játszhat rajta, internetezhet vele, és teljes értékű számítógépként is használható. Mindez már 34.990 forinttól, ahogy mondtam, HDR lejátszási képességgel a legkisebb modell, amit itt éppen egy egérrel és billentyűzettel és egy Angry Birds játékkal mutogatunk. Egyik legrégebbi márkánk a Synology, NAS szerverek, amelyek ide a kiállításra, mint média szerverek illenek. Összes film és zenelejátszónk a NAS-unkról játszik le, tehát a zene és média fájlok a NAS-on találhatóak, és innen hálózaton keresztül játsszuk le őket. A NAS-ok torrenteznek, ők töltögetnek le, a rajtuk lévő tartalmat elérjük az interneten keresztül is mobil alkalmazásokkal. Ide most a legnépszerűbb otthoni modelleket hoztuk ki, az 1 lemezestől a 8 lemezesig, de a Synology kínálatában akár 180 lemezt is össze tudunk formázni, és egy hatalmas tárhelyet tudunk létrehozni. A terem leghátsó részében egy zenelejátszó márkánk, a Skót Revo kapott még helyet. Ők 3 lejátszóval és egy bluetoothos hangfallal vannak itt. Érdekessége mindegyiknek a retro design, amellyel számos Red Dot Design Award díjat nyertek az elmúlt években. Végül a kiállítás látogatóinak nem biztos, hogy újdonság, hiszen már több alkalommal vetítettünk is vele. Ez a passzív 3D rendszerünk, amely jelen esetben egy dupla vetítőállványt mutat itt be, videóprocesszort, ami a 3D-s képet két vetítőre szétbontja, és szemüvegeket. Ugyanis ez a rendszer a 3D-t két vetítővel vetíti, két tetszőleges vetítőt köthetünk rá. A videóprocesszor bontja szét a képet, és ezekkel a szemüvegekkel lehet lejátszani. A lényeg a dolognak az, hogy ezek nem a legtöbb moziban elterjedt polár szűrő szemüvegek, hanem 10-szer jobb szeparációt biztosító spektrum szűrők. Ezt használják Amerikában a Dolby mozikban, az IMAX-ben, a Panavision mozikban. Idén nem vetítünk velük, de a rendszer összes komponense itt megtekinthető. Az Extreme Audio idén a stereo rendszerek bemutatását helyezte a középpontba. Ennek külön apropója, hogy nemrég kezdtük meg a nagyhírű angol Monitor Audio termékeinek forgalmazását, illetve a cégcsoporthoz tartozó Roxanne elektronikákat. Két szobában kerül bemutatásra a Watt Hifi által díjazott Gold és Silver sorozat hangsugárzói, illetve a Roxanne erősítői.
a szintén általunk képviselt francia Triangle hangsugárzókból és az angol Musical Fidelity elektronikákból is összeállítottunk egy rendszert. Azért, hogy ne csak az európai hangzásvilágot mutassuk be, külön szobát szenteltünk az amerikai Klipsz cég termékeinek. A Heritage Forte 3 hangsugárzóját Paul Klipsz 50 évvel ezelőtti tervei alapján gyártották újra, modernebb anyagok felhasználásával. Azért, hogy a hangzás még autentikusabb legyen, ennek a meghajtására a kézi munkával készült olasz szintézis A-osztályos csöves erősítőjét választottuk. Ez a konfiguráció már több európai fison nagy sikerrel szerepelt. Szintén a közelmúltban kezdtük el forgalmazni a hamburgi Liravox cég modern hangrendszereit. A letisztult design modern streaming technológiát és nagy teljesítményű elektronikát, valamint a szakmai körökben magasan jegyzett dán ScanSpeak hangszórókat rejt. A bemutatott termékek teljesítménye egyenként 3000 watt. Valamennyi rendszer kábelezéséhez AudioQuest prémium kábeleket és tápszűrőket választottunk. Azok, akik a fejhallgatók, illetve Bluetooth hangszórók iránt érdeklődnek, az amerikai Grado és Klipsz cégek termékeit próbálhatják ki. A kiállítás alkalmában külön akciós ajánlatokkal jelentkezünk. Valamennyi kiállított termék megvásárolható az Extrém Audio üzleteiben Budapesten, Debrecenben vagy Győrben, illetve online a www.extremaudio.hu oldalunkon. Szeretettel köszöntünk mindenkit, Égerházi Attila vagyok a Jabbe zenekarból. Mellettem Barabás Tamás, hangmérnök, basszusgitáros, Balomon pedig Muck Ferenc szaxofonos. 1997-ben hívtuk életre a Jabbe zenekarnak azt a formációját, amely 1998-ban megjelentette a Vici Taito című albumot, amely akkor magyar zenei díjat kapott, és felhívta magát nem csak a zeneiségével, hanem a hangminőségével is magára, felhívta a figyelmet. És a 20 éves jubileumra készítettünk egy újrakevert, egy félsebességen vágott 45-ös fordulatszámú új LP-t, amiről mondhatjuk, hogy az analóg hanglemezen elérhető legjobb minőség, és elhoztuk ide a kiállításra, de nem csak ezt, hanem az elmúlt 20-25 évnek szinte a teljes termését. Elsősorban azokra a kiadványokra koncentráltunk, amelyek igazán audiofil kiadványok, így itt van az összes vinil lemezünk, DVD audioink, de természetesen a CD-k is. Tamás, neked, mint hangmérnöknek mi a véleményed erről a mondhatni nem szokványos, nem stúdió minőségű prezentációról, hiszen neked nagyon, te a hanggal dolgozol, és a stúdióban nem éppen ilyen berendezéseket hallgatsz, nem ilyen zenét, nem ilyen rendszereken hallgatod a zenét. Igen, nagy öröm volt számomra, hogy ezen a berendezésen is meg tudom hallgatni az általam készített keveréseket. Körbenéztem, hogy itt mennyi lemez van, és master szallag és LP, és hihetetlen, hogy ezt mindet én kevertem. Most tudatosult csak bennem. Muki, neked a kiállításon milyen élményeid voltak? Tulajdonképpen a hangzással kapcsolatos élményeim, amik úgy érzem, hogy maradandóak, ugyanis az ember otthon nem hallgatott ilyen nagy hangerővel, ilyen jó körülmények között zenét, főleg a fejhallgatóval való zenehallgatás működik, úgyhogy szeretnék egy ilyen berendezést otthonra, úgyhogy ebbe esetleg tudnál segíteni. Konkrét ígéretet nem teszek, de dolgozni fogok rajta. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, és igyekszünk majd hagyományt teremteni a Jabbe kiadványok bemutató termével a HiFi Show-n.